Sziasztok! Mai videóban a Charlie-t fogom bemutatni, és kicsit megfűszerezve még a nagyon béna rúgásaimmal és dobásaimmal, mert hogy még egy kicsit sem örököltem drága nagyapámnak a labdaérzékéből, de se baj. Na hát nyilván igen, Budapest közepén vagyunk éppen, úgyhogy fúrnak és faragnak és üvöltöznek a háttérben, úgyhogy bocsi, megpróbálok hangos és érthető lenni. Szeretnél menni sétálni? Ha? Séta? Nem hallom. Menjünk sétálni? Jó! Jó, oké. Fontos dolog tudni, hogy nem igazán szereti odaadni a labdát, mert egyszer megszerezte, az zsákmány és örök életre szól. Úgyhogy a játék háromnegyedében a labdáért küzdök, és küzdünk. Charlie-nak a története az én életemben úgy kezdődött, hogy most már normálisan lehet erről is beszélni, mert hogy a kedves vőlegényemmel együtt járt. De hát lehetséges, hogy nem fogom tudni ezt most elmondani, mert zúgnak a háttérben. Szóval lehetséges, hogy inkább otthon nyugodt körülmények között folytatjuk ezt a videót. Egy pillanat. Sziasztok! Ez a rész, ugye, amint már mondtam, a Charlie-ról fog szólni. Charlie, most ne gyere ide, maradj ott. Nem, most maradj ott. Kisebb a beszédhibám azonnal, mert az R és az L betű egy picit problémás. Ez a rész a Charlie-ról fog szólni. Elkezdtük a parkban, de hát a város közepén az nem éppen a legcsendesebb és a legjobb megoldás, hogy videó felvételének, de se baj, mert hogy legalább itthon szépen nyugodtabb körülmények között, természetesen egy kávéval a kezemben elmesélem a Charlie történetét. Mint láthatjátok, sapkában vagyok, ez amúgy azért van, mert már egy ilyen rossz hajnap van, nem akarom direkt angolul mondani, bár úgy jutott eszembe először. Szóval, hogy ma nem éppen jó hajjal keltem föl, itt normális, de a tetején nem. Na, igen. A Charlie bekerülése az én életembe az összeköthető azzal, hogy amit előző videóban mondtam, hogy el vagyok jegyezve, és hát a kedves vőlegényemnek a kutyusa volt. Most már azt gondolom, hogy közös kutyus. Ami azért érdekes egyébként, mert én egy nagyon cicás ember voltam. Volt több macskám is, meg így az évek során nekünk cicáink voltak. Úgyhogy nekem a kutya az egy picit idegen volt. És az első időszak az eléggé olyan is volt, hogy ilyen ismerkedés, hogy akkor ugye le kell vinni sétálni, foglalkozni kell vele sokkal jobban, mozgásigénye van, meg rengeteg szeretet igénye van, ami mondjuk egy állatnál normális is, és szerintem nem is szabad úgy vállalni állatot, hogy nem tudod úgymond ezt az igényt nekik megadni. Na de, igen, szóval, hogy így a nem mondom ki a nevét,
Szóval az én kedves vőlegényemmel együtt jött a kutyus, és ami nagyon pozitív ebben az egészben, hogy eléggé megtanított alkalmazkodni engem. A Charlie-nak egy napja úgy néz ki, hogy reggel felkelünk, kicsit rendbe szedjük magunkat, és hát visszük le sétálni. Itt most egy picit lódítottam, mert hogy én nem szoktam amúgy levinni reggelente. Én általában jogázni szoktam, meg kávézni, meg hát így összekészítem a napomat most jelenleg. Ameddig még nem megyek vissza a medencébe, mert hát akkor meg mire én végzek az edzésen, nagyjából akkor kell fel a Charlie, ilyen 8-9 körül. Hát tényleg olyan, mint hogy egy gyerekről beszélnék amúgy, na mindegy. Szóval, hogy igen, fel kell, sétálunk, sétálnak, utána pedig igazából visszafekszik aludni, és egészen én délután 2-3-ig ő el is szokott lenni. Eléggé békés kutyus, eléggé csöndes kutyus. És akkor olyan 2-3 fele, és minél később visszük le délután sétálni, annál inkább így elkezdi elezni, hogy hello, játékidő van. Ez úgy néz ki, hogy hozza sorjában ki a játékait, és így dobja le elénk, mert én most játszani akarok. Szóval egyébként elég kommunikatív, azt gondolom, hogy intelligens kutya is. Tudja egy-két szónak a jelentését, tud mindenféle ilyen trükköt, nyilván az ül, feküdj, boom, az ilyen pörgés, azt is tudja, meg hogyha mondjuk megkérdezzük tőle, hogy éhes vagy-e, vagy sétálni szeretnél-e, vagy labdázunk, vagy játszunk, akkor tökre érti. Ami amúgy nagyon jó, mert kicsit féltem is ettől, mert nekem olyan cicáim voltak, akikkel én együtt aludtam, meg együtt töltöttük nagyon sokat az időt, és így tökre éreztem az ő rezgéseiket, az ő igényeiket, és az elején a Charlie-nál nem igazán éreztem azt, hogy megtalálnánk azt a közös hangot, azt a közös, nem is tudom, kommunikációs faktort, és az elején nekem nehéz volt, hogy akkor mi a baja, hogyha leül elém, meg hogy amikor éhes, akkor hogyan, tehát például a Charlie olyan, hogyha éhes kezd lenni, akkor elkezd felpörögni, nem tudom, hogy ez más kutyánál is így van-e, mert nincs nagyon tapasztalatom, hogy teljesen bepörög, és így megállíthatatlan lesz. úgyhogy ez fura volt nekem az elején, de mondjuk nagyon sokat segített az, hogy nem az én kutyám volt, tehát hogy bele lendülhettem az ő életébe, amit már az én párommal együtt éltek, olyan fura szó, hogy pár, majd nem sokára amúgy bemutatom őt is, és akkor nem kell itt a nevével vigyázni. Amit fontos tudni a Charlie-ról egyébként, hogy ő a miskolci gyepmesteri telepről lett elhozva, tehát ő egy mentett kutyus, és ennek a rendje és módja szerint igencsak nagy a szeretet igénye, és nagyon-nagyon aranyos és hálás, és irtózatosan egy cuki kis szeretett szőrgombolyag. Hogyha például szomorú vagyok, vagy nem tudom, rosszabb kedvem van, akkor azonnal jön, és vigasztal, és oda teszi a fejecskéjét, és onnan hát szóval nagyon aranyos a Charlie egy angyal. Egyébként, amit tudni kell erről a gyepmesteri telepről, tehát magával a fogalommal, az, hogy itt úgy működnek a dolgok, nem itt, hanem ott úgy működnek a dolgok, hogyha nem viszik el a kutyusokat, akkor elaltatják őket. Úgyhogy a Charlie-nak igazából az élete lett megmentve, amikor a párom elhozta, és reményeim szerint azt hiszem nem sokára fogunk egy videót velük is forgatni, mert szerintem tök lényeges az, hogy ha már valaki kutyát szeretne, akkor nem feltétlenül egy tenyésztőtől kellene venni drága pénzért, hanem mentett kutyusokat, mentett állatokat vigyünk haza, és nekik adjuk meg azt a lehetőséget, hogy legyen egy jó életük. Ja, hát igen, például a Charlie-nak egyébként volt egy légpuska golyó is az oldalában, tehát ő abszolút egy utca fene gyereke volt valószínűleg. Azt mondták is, hogy ő
nagyjából olyan 8-9 hónaposan került oda, és addig ő az utcán élt, tehát nyilván 8-9 hónapban benne van az is, hogy a hidegekben is kint volt, és vadászott, és próbált megélni. Voltak sebesülései, voltak olyan személyiségjegyei, amik a mai napig megmaradtak, hogy például mondjuk fél bizonyos dolgoktól, a seprűtől, a felmosó rongytól, attól rettek. Lehetséges, hogy mondjuk bántották. A robogóktól nagyon-nagyon fél, mert a motorok robogóktól. Biztos, hogy voltak neki is olyan epizódok az életében, amiket próbál feldolgozni, és hát mi is próbálunk neki segíteni, ugye, hogy a figyelmünkkel, a szeretetünkkel. Szóval igen, ő egy kis cukiság. Ez így nagyjából ennyi, majd még biztos, hogy meg fogtok ismerkedni jobban is vele, mert az életemnek a része most már. Majd még egyébként szeretnék akár még egy kutyát, vagy cicát is tökre szeretnék majd. Ja, bocs. Szóval most ez egy ilyen viszonylag rövid, kicsit cukibb videó lett. A következőkben már fogok komolyabb témákról is beszélni. Mint hogy például hova megyek úszni. Ja, addigra talán már lesz egy papír is róla. Meg amúgy arra gondoltam, hogyha van kedvetek hozzá, akkor a következő videóban szívesen válaszolok kérdésetekre, bármilyen kérdésetekre, nem bármilyenre, de hogy tegyetek föl kérdéseket, és akkor a videó keretén belül pedig válaszolok nektek. Úgy hallottam, hogy ilyet csinálnak a youtuberek. Bár én még nem vagyok youtuber, de... Szóval ugyancsak ott a videó alatti komment szekcióban, ha vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan tegyétek föl. Ezt azért is szeretném most, mert még talán egy-két hetet kell várni a további úszással kapcsolatos bejelentésekre, és hogy addig is legyen meg az, hogy így a közösség feeling, amit tök jól elkezdtünk, azt hiszem. Úgyhogy hajrá, meg nyugodtan iratkozzatok fel, hogy jöjjünk, és így. Ja, most ez egy ilyen kis chilles videó lett. Puszi nektek, sziasztok!